Szevasztok, fiatalok! Sziasztok! Hello, Bazsikám, üdvözöllek! Szia! Hát ilyen még nincs. Tudod, mit mondtam a lányomnak? Hogyha ilyen vejem lenne, mint te, nem, hogy udvarolnál nekünk, Ricsikém, üdvözöllek! Milyen jó vejem lenne ma! Szia! Hova megyünk most, édeske? Megyünk a Balatonra kipihenni az érettségi utáni okozott fáradalmat. Tudod, most lement az írásbeli, most ki kell pihenni, hogy a szóbelire erőt merítsek. És hoztad közel a tételeidet, vagy csak a telefonodat nyomdosod egész végig? Dehogy is elviszel, mert most az egyik kedvenc wellness hotelembe. Tehát elvelen lesz ezeket egy kaja. Nekem nincs Magyarországon kedvenc valami. Aha, értem. Mi van? És ameddig ti wellnesseztek, addig én mit csinálom? Te is wellnessezel velem. Hát én nem hoztam fürdőruhát ebben. Jaj, veszünk. Mi is se? De sarkon annyi ilyen butikos van. Na jó, a hitelkártyám merülőben. Vagy felhívom a pat, hogy utaljon rá. Enyémre. A kedvenc lányom. Jég! Vagy azt mondom, hogy megelégedve. Hát meg vagyok elégedve, de hol a jég? Hát Bazsi, jeget nem hoztátok? Vagy te mint sofőr leszel? Nem hoztuk ki a napra, de ez nem az én hatásköröm. Nincs itt jég? De gyerekek, nincsen. Eper itt van, oké, itt az eper, rendben van, de hol a jég? Nem hiányzik nektek innen a... Honnan? Hát innen mindig együtt szoktunk menni. Így kirándulgatni, belveszezgetni. Nekem most egy jó nap, hogy hiányzik. Ő wellnesseszgessen a barátnőjével. Ő neki nem hiányoztunk, amikor ő a barátnőjével wellnesseszgetett? Na most akkor visszakérdezek. Köszönöm. Jaj, nem tudom, most felhívja, hogy megkérdezzem. Miért? Na hát kik fel, azt kérdezz meg, hogy hol érdezzem. Anya, úgy ennék most fagyit. Virike, itt az autópálya kellős közepén nem valószínű, hogy van egy fagyi arcs. Na várjátok, megkérdezem, merre járnak a lányok, jó? Jó, de olyan fény, hogy nem látom a telefonba, hogy ki kicsodája. Azt mondja Evelyn. Ti jeget hoztátatok, egy szép asztalterítő. Szia, Evelyn, merre vagytok, babám? Úton vagytok, oké, siessetek, nem mondj semmit anyának, siessetek, jó, szia? Cső. Ó, gyerekek, elmondom, hogy mi a program. Megérkezik a méltóságos beasszony, és ha jó Isten velünk lesz, akkor beszáll a repülőbe, ma a repülőt mondok, beszáll a hajóba, ha nem, akkor itt egy nagy botrány lesz, és a botrányt végig kell néznetek. Akkor buktuk, akkor nem hajózunk. Minek jöttünk ide? Hát nem a szállodába megyünk enni? Sétálgatunk először. Hát és mit sétálsz? Ha nézzék ma a körül, milyen szép. Ja, hát de jó. Fotót, Hol a telefonom? Na, egy fotót csinálunk itt oldalt. Milyen szép már, nem? Szép, de amúgy ide minek jöttünk, Evelyn? A végén akarok fotót. A végén? Az egész Balaton. De Evelyn, jó van ma, gyerünk ma, rendeljük meg a kaját, azt akkor iszunk egy koktélt, majd visszajövünk. Gyere ma, Ali. Jó van ma, nem akarok. Na, csinálok egy fotót, azt szia. Itt az egyik ismerősömnek hajó mondta, nézzük meg. Hát azt akkor engem az nem érdekel, nem baj? De ha tetszik, akkor azt mondja, elvehetünk rá a vitorlázni. Gyere ma, anya. Elvehetünk vitorlázni. Aha. Én meg a vitorla. Tudod mikor? Marakom neked füldugó. Aha. Na, gyere ma, anya, légy. Jó, nem megyek. Mondta, csinálj ma rólam azt a végén fotót. Na, be fogsz esni. Nyomja. Hát egy fotót akarok, fotó. Szépek amúgy ezek a hajók, csak én nem mennék be. Csak kicsik. Már ülnék én erre rá, nekem ez nem nekem való. Hát mert húzatot kap a fülem, nem jó. Annyi modern eljárás. Júj, de jó ez a nagy kormánykerék. Azt a... Ez egy jó. Ez drága lehet, szerinted? Hát gondolom. Minek jöttünk mi ide? Francnak. Na, gyerünk oda ki a... Anya, vágass le a füledet, és nem fog húzatni. Sziasztok! Azt a... Van, na ez a durva! Te hogy kerülsz ide? Úgy, ahogy te. Ez a mi az, hogy úgy, ahogy én? Szia, Vira. Ez a mi házunk. Szia. Jó, most mi van? Most... Légpuszi, hanem nem utána. Légpuszi. Puszi? Hát nekem még légpuszi se. Tőlem még légpuszi se. Hagyja már békén engem ezt. Szia, Vira. Hát ezért hoztál ide. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Aha, akkor összejön. Az osztálta, ő a barát, az ismerős. Szia. Milyen szia? Evelyn azért... Hát nem az, hogy haragudtam, csak úgy nagyon ideges voltam, hogy na, most akkor már most ez is összefog ellenem. Na, viszlát, jó szórakozom. Most mi bajod van? Hát most hova mi? Ne hát legyél. De gyerekek, hát ne csináljátok már ezt velem. Ne legyél ma, amíg szeretsz engem. Mi van itt olyan? Mi van? Megettem három pogacsat. Na. Menjünk, te is egyébként. Nem, én biztos, hogy nem. Addig elfogadjunk. Virag, menjetek ma Evelyn, sziasztok. Virag, gyújtjátok meg medencézni, te aradj. Menjetek medencézzetek, köszi, Evi, meghálálom duplán. Én is akarok menni. Igen.
az Zadírhet. Nem! Hagyjál ma engem békén, keresztbe vagy, az már megint hogy került a nyakadba? Ha? Ez a fő bűnös, aha. Hogy kerül el? Te dugd el! Te az Isten legnagyobb bűnös, te sátán vagy, nem az Isten embe küldötte. Könyörgöm, így könyörgök neked, bánom minden bűnömöt, hogy vétkeztem, könyörgöm, tudom, hogy egy undorító féreg vagyok, nem a szívemre hallgattam, hanem az eszemre. Hozzad, kutya! Most akkor te legyél, kutya, úgy gyere, térden! Hagyaljon bele a nem tudom milyen tüske a lábad, vagy gyere! Gypsy, gyere! Gypsy kutya! Hogy hínak? Gypsy! Én a Gypsy kutyád vagyok! Te vagy. Akkor simogass meg a fejemet! Gyere! Nem, majd inkább csak belerúgok! Kutyába nem lehet belenyúl, simogass meg! Adja neki a pacsi! Pacsi! Na! A telefonom a táskában van! Igen, drága volt ez a táska, nem a földre kéne tenni! Hát de most akkor én, ha én vagyok a kutyád, akkor most mit csináljam? Így hozzad! Gyere! Hogy hínak? Gypsy, gyere! Gyere, jó kutya! Nem áll fel! Nem áll fel a kutya! Nem áll fel a kutya, most áll fel igazán a kutya! Aha. Művésznő? Aha, művésznő. Le kellett pitiznem, mert 50 napig bűnös ember voltam. Jelzem voltam. És meg kell tenni ennek az asszonynak mindent. Ő Balázs, ő Ricsi. Sziasztok! Ő pedig a méltóságos beászló, én meg a kutyája vagyok szabad neki, Gypsy a kutya. Akkor sziasztok! Én Gypsy vagyok a kutya! Lehet, hogy befogok. De jó! Úgy visznek fel te, mint Jennifer köszönöm. Lopez, te! De hát jó. Úgy visznek fel téged, jaj, mint Jennifer jaj. Lopez, te! Jaj! Ilyetetleg őszíme. Na, jó. Gyere be a csűcs! Én még sose voltam ilyen hajón. Na, ma itt az alkalom. Még sose voltam ilyen hajón. De szép faj. Drága egy ilyen hajó? Nem, vegyek neked? Nekem nem kell, fáj a fülem. Ha nem fajna a fülem, akkor még le is okéznám. Akkor én vagyok a kutyát. Akkor mamától kezdve Gypsy a kutya vagyok. Gypsyke. Jó van. Jaj, de szeretem ha, őt. Szeresed. Tudod kit? Na most megint leégem. Hagyjuk ma. És mi az, hogy hagyjuk ma? Mi a gázprémet keresem, mindjárt lefújlak. Egészségünkre, Béacska. Jó, elég lesz. És soha többet ne történjen ilyen. Soha többet. Én vakságot fogadjak, de hűséget ne. Aha, fordítva. Vagy hogy szoktak, inkább hűséget, mint vakságot? Azt a kutya mindeni, ez a Bea de gyönyörű, de sárom. Sajnos. De állok, mint egy fakereszt, de a Bea nem enged hozzá magához. Olyan vicces vagy. Eredj, Bea! Még csokoládé? Nem. Ja igen, meg még a másik dolog az, hogy nem hiszem, hogy csókolóztam egy csomó nővel, de egy se tud úgy csókolózni, mint te. Mindenki csak pénzét csókolózik. Érzelemből meg csak te tud csókolni. Most miért hazudják nekik? Mondjam azt, hogy nem, Bea! Bea! Leöntöttél! Életben, hát állandóan ezt kell hallgatnod! De leöntöttél de pesgővel! De akkor mi hoztál ide? De Bea, leöntöttél pesgővel, normális nem, vagy? Nem. Én azt nem bírom. De Bea, leöntöttél alkohollal! Na, igen, neki. Igen, egy se tudunk csókolni, mint te! Igen, nem tudunk csókolni, hát egy se te! Annyira elegem van már ebből! Nem is értettem, hogy miért nem úgy beszél, vagy miért nem úgy... simul, ahogy én akarom, hogy miért nem azt mondja, amit én hallani akarok. Miért a magáit, hogy hát ki kíváncsi rá? Akkor miért mondja, hogy engem még jobban oldalba rúgjon, vagy miért? Bea, lesz még mi közöttünk valami, vagy nem? Lehetne, ha nagyon akarnám. És hogyha te bevallod ezt az egész ügybe, hogy te vagy a bűnös. És én nem vagyok bűnös, és sose voltam bűnös. De az vagy. Miért csókolózta azzal a nővel? Ki csókolózott vele? Csak a gambank összeírt. Csak a gambank összeírt egy cseppet. Hát ki csókolózott vele? Hol csókoló? Csókolózni veled szoktam. Csókolózta a nővel? Ha? Nem csókolóztam, csak a videóklipben. Jaj, most csókoló, de nagy dolog. Erről a gyerekek tudnak, hogy te vissza akarsz jönni? Mi a gyerekeknek jobb lesz, hogyha új apukájuk lesz? Mi akkor jobb volt a gyerekeknek, mikor új anyukájuk volt? Na, kérdéssel. Tudsz olyanokat mondani, amit ő felmegy a vérnyomásom egyből? De az nem új anyuka volt. Nem. Ki? Az csak egy néni volt. Néni. Takarító. Né, mondjuk azt, hogy jött takarítani pénzét. Pénzét takarított. Jó, akkor lépjünk túl rajta. Akkor most ne a néni legyen, hanem hogy viselked el velem. Tudsz azon változtatni? Igen.
Ha nagyon nagyot kell villantanod neked ahhoz, hogy én azt mondjam neked, hogy oké. Okay. Ezt a gatyat még tőled kaptam, emlékszel? Aha, persze. Milyen izi? Na, nehogy lehúzzad ma. Szuper. Mert mi mindja? Mert ma mindja azt a győző. Is rég lakta. Azt. És mi van? Most te lehúzz? És mi van? Ezt tőled kaptam, ezt a gatyát. Ne, nem haragszol, ugye? De mit nem haragszol? Ezt te vetted nekem szuperben, és azt mondod, hogy... Inkább elfordulok. Elfordulsz mi? Ott tartunk, hogy elfordulsz. Határ. Ma ott tartunk, hogy elfordulsz. Hato! Mi ma haragszol. Annyira nem vagyunk együtt, hogy ma elfordulsz? Hát, de úgy olyan vicces van. Mi vicces? Te vetted nekem ezt a gatyát, azt mondtad, én vagyok, hát én szupermenek. Ma nem vagyok a szupermenek? Nem karacsony felett volt ez a gatyát, sajé. Te vetted nekem, hogy én vagyok, hát én szupermenek. Mi ma most mi vagyok? Te tudod. Ma most egy kutyaad vagyok? Gyerekek, ha nagyon hideg a víz, én nem akarok behalni. Látod, érted, képes vagyok a Balatont átúszni. Átúszom! Képes vagyok átúszni! Tudod, mit jelent az, hogy képes tudsz, vagyok? Te. Arra vagy kíváncsi? Azt akarod tudni? Hát de nem is tudsz úszni. Azt akarod tudni, hogy át tudom-e úszni a Balaton? Nem! Azt akarod tudni? Nem tudsz úszni! Azt akarod tudni? Nem! Nem akarom tudni, mert úgyse tudsz úszni, azt tudom, hogy nem tudsz úszni. Akkor most inkább meghalljak, vagy visszafogadsz? Hát megpróbálkozhatsz meghalni. Ennyi. A lényeg az, hogy mi már vizen voltunk. Már elsüllyedni nem tudtunk, mert a szerelem az felhozott minket a mélyből a csúcsra. Még most kérdezlek-e, itt nem a Balaton Nem menjél ma várja, sehova! Hogy szereted az uradot, vagy nem? Nem menjél! Jó van, ma lemegy ma sehova, jó van, ma... Szereted az uradot, vagy nem? Visszavisznek a partra minket! Harmadszik kérdés! Szereted az uradot, vagy nem? Szeretem! Nem menjél ma sehova, na! Akarod, hogy az urad megtisztuljon? Nem! Mi van akarod, lesz? Hogy az urad megtisztuljon? Mi van akarod? Lesz? Győző! Ne csináld ma tényleg! Hát ez hülye! Győző! Még köték, jó. Jó, gyerekek, hát ez összerol mindenemet. Győző, ne menjél. Prostata gyulladásod lesz, ne menjél. Jó, de hideg. Jó, ez nagyon hideg. Ne menjél. Tényleg, ha begyullad a prostata, mi lesz? Hát akkor most tényleg nem kell lesz.